mai nap folyamán az úrvacsora áldására szeretnék tanítani nektek. Isten szeretete késztette Jézust arra, hogy elszenvedje a hátán ejtett kegyetlen csöveket, és hogy alávesse a testét veréseknek, megsebesítéseknek és megtörettetéseknek, hogy a te tested épp legyen. Jézus Krisztus ezért szenvedett, hogy a mi testünk épségbe legyen, ne betegségbe, teljes és egészséges lehessen. Ezért, amikor részt veszel az úrvacsorai közösségben, egyrészt ünnepelsz, másrészt működésbe hozod a hitedet arra, hogy átvedd az ő egészségét, ami Jézusban volt. Mert az üdvösségben az egészség is benne van. Ne válasszátok szét farizeusi módra, hogy üdvösségem van, az közben súlyos beteg vagy. Ott valami nagy baj van, drága testvérem, az Úrban. És teljességét cserébe a te betegségeidért, fájdalmaidért, bajaidért Jézus már elszenvedte. Amikor a bort iszod, arra emlékezem, hogy Isten büntetlen fiának vére nem csak a bűneid bocsánatát hozta el, hanem ez a vér téged örökre igazzá, szenté és hibátlanná tett. Ez a vérben sokkal több van, mint hogy egy pohár bort legurdítunk a tankunk. Ez azonban arra kötelez, hogy Krisztus evangéliumához méltóan viselkedj. Aki az úrvacsora méltó vételét elhanyagolja, nem törődik vele, vagy az Úrral kötött szövetségét nem tartja meg, az nem becsüli meg az Úrnak a testét. 1 Korintus 11.29 ír erről. Hozzalapozok és szeretném felolvasni nektek. 1 Korintus 11.29-et. Ami ezt írja, olvasom. Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivel hogy nem becsüli meg az Úrnak a testét. Halleluja! Ez nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az Úrnak a teste egyébként hogyan van megbecsülve. Ezért erőtlenek betegek közöttetek sokan, és azért halnak meg számosan, az úrvacsora Isten csatornája az egészséghez, a teljességhez, az ő népe számára adatott. Hálát adunk, hogy a betegségeinket ő viselte. A fájdalmainkat ő hordozta. Ézsaiás 53.4-hez oda szeretnék lapozni, és felolvasom nektek ezt az igét. Ézsaiás 53.4, ami ezt írja, olvasom. Pedig betegségeinket ő viselte, fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostolasztatik, velettetik, kínosztatik Istentől. És ő megsebesítette bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért. Békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Testvérem az Úrban, halleluja, dicsőség az Úrnak, hogy az ő sebeiben már meggyógyultunk. Azt írja az 1 Péter 2.24, az ő sebeiben már meggyógyultunk. Nem lesz beteg, ha te rendben vagy, és az úrvacsorát rendszeresen veszed, nem farizeusi módra, fél évente egyszer, vagy évente egyszer, vagy havonta egyszer, hónap elején. Ez egy farizeusi rendszernek a felállítása. Az úrvacsorát rendszeresen kell venned, majd igeinek szeretném ezt alátámasztani, nem az én bölcsességemet mondom, hanem az Úrnak a bölcsessége. Ez az egész Jézus Krisztusról szól, és a mennyei atyáról, nem rólam és nem rólatok.
az úrvacsorát Jézus, a mi urunk hű tanítványi számára parancsolta. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Szóval cselekednünk kell, és parancs az úrvacsora. Ó, én most nem veszek. Hát most ezért nem veszek. Most bűnös vagyok, testvérem, ha te bűnös vagy. Ha ezt megvizsgálnánk így, nem tudom, ki vehetne úrvacsorát. Mert szeretném azt tárni nektek, mi az, hogy méltatlanul venni úrvacsorát. 1 Korintus 11-hez szeretnék odalapozni ismét, és azt az ige helyet felolvasom nektek a 17-től, halleluja az Úr dicsősége, mert ugye annak idején, amikor iskolákba jártam, mindig úgy tanítottak, a szövegkörnyezetet is tanulmányoz. És mivel tanulmányoztam ennek alapján, ugye az ember itt rá tud döbbenni, hogy mi is a lényeg itten. Azt mondja, olvasom nektek 1 Korintus 11-es fejezet 17-es igeversétől. Ez pedig tudtotokra adván, nem dicsérlek, nem javatokra, hanem káratokra gyűltök egybe. Mert először is, mikor egybe gyűltök a gyülekezetben, hallom, hogy szakadások vannak köztetek, és valami részben hiszem is, mondja Pál apostol. Mert szükséges, hogy szakadások is legyenek köztetek, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek köztetek. Szóval még ez is jó dolog, mert aki nyilvánvaló, meg az Úrban hisz, az továbbra is kitart. Vannak a notorius szaladgálósok, akik már körbeszaladták Magyarországot, aztán nem volt elég, még egyszer körbeszaladják, és más se csinálnak, a keresztény életük alatt csak szaladgálnak, és szaladgálnak, és szaladgálnak egyik helyről a másikra. Persze az ilyeneknek soha sehol nem lesz jó. Mikor tehát egybe gyűltök egy azon helyre, nem az úrvacsorát eszitek. Na figyeljük, most nagyon fontos itt ezek az üzenetek, amit Pál apostol elmond a korintusiaknak. Mert kiki az ő saját vacsoráját veszi elő az evésnél, és néme éhen marad, néme pedig dőzsöl. Szóval magyarul, az Úr vacsora benne van a nevében, és hogy Úr vacsora. Szóval nem egy 2 cm x 2 cm kenyérkockát kell megennünk, és mondjuk egy gyűszőnyi vörösbort meginni, ami nem baj, ha ezt tesszük, hangsúlyozom, de ez nem vacsora. A vacsora az, benne van a nevében, közösség összejön, és valóban az Úrért eszünk, az Úrért iszunk. Nem azért, hogy nekem van 3 tányér pörkölt, és az mind föleszem, és a szembe való mellette méhezik, mert az esetleg szegényebb, és nem tudom, csak tényleg egy szeret kenyeret magába. Az úrvacsora abból áll, hogy egységben vagyunk, szeretetben, Jézus Krisztusban mindjárt egyek vagyunk, a szeretet törekszik a békességre, persze vannak olyan személyek, olyan szellemiségek bennük, aki nem hajlandó a békességre törekedni, ebben nem tudsz mit tenni. A véna az ő fején, hagyd őt békén. De, akkor összejövünk úrvacsorára, megtiszteljük az Urat, az Úré leszük. Az Úré leszük azt a kenyeret, mert az ige is ezt mondja, hogy az Urat esszük gyakorlatilag. Na de az Úr mindenben benne van, mert az igéből tudjuk, hogy az, mi az Úrban vagyunk, az Úr meg mi bennünk, akiben már beköltözött a Szent Szellem, meg keresztül természet. Mert kiki az ő saját vacsoráját veszi elő az evésnél, némelyen marad, némelyek pedig dőzsölnek. Hát nincsen én házaitok az evésre zsivásra. Ahogy Isten gyülekezetét vetitek én meg, és azokat szégyenítetek én meg, akiknek nincsen, mit mondjak néktek? Dicsérjetek, és titeket ezért nem dicsérlek. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adom,
hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amely elárultatták, vette a kenyeret. És ez az Úrtól kapta meg a Pál apostol, hogy tudjuk, ő nem volt benne a 12 tanítványban. Hálákat adván megtörte. Szóval magyarul minden egyes ételt, minden egyes falatot, mennyi sok kenyeret megettünk életünk sor alatt, gyalázva az Úrnak a testét. Ettük és csak ettük, meg csak hálákat sem mondtunk, nemhogy Úr Jézus Krisztusra gondoltunk, mert a kenyérben sokkal több van, mint azt emberek gondolnak. Hálákat adván megtört, és ezt mondá, vegyétek, egyétek ez az én testem, mely ti érettetek, megtörettetik, és ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ezt írja a korintusi levél, és mikor a méltatlanságról ír, a méltatlanság az nem azt jelenti, hogy bűnös vagy. Ha bűnre utalt volna az atyánk, akkor azt mondta volna. És aki bűnös állapotban veszi a vacsorát, az összetörettetik, betegségben lesz. De mivel nem is kint a méltatlanság az, hogy méltatlanul eszem a kenyeret. Vacsoráról van szó. Méltatlanul nem lehet venni. És nem a bűnről van szó. Ezt a paradoxi vallásosság elcsavarta, és a bűnre fókuszált. És nagyon sokan nem mernek venni úrvacsorát, mert ő még érzi, hogy bűnös, vagy problémája van a másik testvérrel, és így tovább, és így tovább. Ami természetesen kell, hogy tegye rendbe, de az úrvacsorát ettől függetlenül veheti. Majd mivel fogom nektek alátámasztani több igével, hogy ez így igaz, igeileg ül ez, amiről én szeretnék nektek beszélni, mert én is olyan közegbe tartoztam, ahol az úrvacsorát mindig így táblázták föl, és ha problémám van valakivel, akkor ne vegyél. És közben az áldást hagyta meg. Mert úrvacsorázni áldás. Egységbe kerülök az Úrra. Hogy kerülsz egységbe az Úrra? Hogyan akarsz valakivel egységbe kerülni? Mondjuk te keresztény vagy, tegyük föl, mondjuk pont még ebben a gyülekezetben is tartozol, és külföldön vagy. Hát együtt nem is tudunk úrvacsorázni. Így ezáltal még egységben sem vagyunk, nem vagy még az Úrral, mert az igen azt mondja, ha beleszülettetek Úr Jézus Krisztusban, egyek vagytok. Ha én belemerülök egy kádba, és akkor sárga festék van, én sárga leszek. Ha te is ugyanabban merülsz bele, te is sárga testvérem. És akkor már egyek vagyunk, még a színünk is egy lesz. Az Úr dicsőségére, hogy Jézus mondta a tanítványoknak, onnét fogják tudni, hogy ti az én tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást. Menjek tovább. A mi harcunk fegyverei nem testiek, ezeknek mind szellemisége van. Mikor akár farizeusi vallásról beszélünk, ugye vannak személyek, biztos neked is van sok ilyen ismerősöd, akik valóban sajnos a farizeusi vallással meg vannak kötözve. Ugyan sokan kijöttek különböző egyházakból, de maga az a szellemiség még ott marad benne. És továbbra is ugyanúgy viselkedik, ugyanúgy reagál dolgokra, több mindent ugyanúgy csinál, mint akkor annak idején csinálta, mert ez a szellemiség bele van ivódva, a lelkét megkötözte, és ebből olyan nehezen tud szabadulni, vagy van, aki nem is akar, mert ő úgy gondolja, hogy az a tökéletes, azt úgy kell csinálni. 2 Korintus 10:4 ezt írja. A bizalmam azonban nem az én erőtlen emberi erőködésemben van, hanem Istenben, hogy ő lesz az, aki megtart engem egészségben. Isten, nem az én erőmből, nem a te erődből fogsz meggyógyulni, drága testvérem, hanem az Isten erejéből. Isten pedig az úrvacsorát rendelte el az ő népe számára, mint épség, egészség, teljesség fő csatornáját. A korai egyház hitt ebben. Oda lapadunk az apostolok 2:42-höz, mert figyeljetek, az apostolok a mérce nekünk, mert ők az égig csinálták ugyanazt, amit maga Úr Jézus Krisztus megtanítatott velük. És megnézzük a második fejezetben, van erről szó, 42-es ige verset odalapolok, és olvasom.
és részt vettek az apostolok tanításaiban, kik a 41-es igeversről, akkor inkább onnét olvasom, és csatlakozik adon a napon, mint egy 3000 lélek hozzájuk. Megtértek, befogadták az Urat, figyeljetek, adon a napon, egy napról beszélünk. 3000 lélek csatlakozott hozzájuk, befogadták az Urat. Figyelj a következő igevers, 42-es igevers azt mondja, második fejezet, 42-es igevers. És részt vettek az apostolok tanításaiban, és közösségben, a kenyérnek megtörésében, és imádkozásában. Támada pedig lélekben félelem, és az apostolok sok csodát jelet tesznek vala. Nem varázsoltak, nem az aranyporokat, nem az olajakat csöpögtették a kezükből, hanem jeleket, csodákat, és ezért az emberek féltek tőlük, mert Isten hatalmas ereje volt velük. De nem erre akarom kihegyezni ezt a tanítást, hanem arra, hogy megtért 3000 ember, és már megtörték a kenyeret, vették az úrvacsorát. Hát az a 3000 lélek még véletlenül sem volt még tökéletes. Aznap tért meg, de az úrvacsorát már vette. Szóval ebben szeretném leborítani azt a nézetet, farizeusi tanítást, hogyha te bűnös vagy, meg mi, akkor nem vesz úrvacsorát. Hát pont azért kell venned úrvacsorát, hogy az fog téged megtisztítani. Meg a kenyérben milyen komoly gyógyító erő van. Majd erre is szeretnék kilukadni. Apostolok 43 és a 46-as igeversben azt olvashatjuk, 45-östől mondom, és jószágukat, marháikat eladogatták, szétosztogatták azokat mindenkinek, amint kinek-kinek szüksége volt rá. És minden nap egy akarattal kitartva a templomban, megtörve, figyelj testvérem, megtörve házanként a kenyeret, részesedtek vala eledelben, örömmel és tiszta szívvel. A Szent Szellemnek a jelenléte megérintette az embereket, befogadták a Szent Szellemet a szívükbe, mi volt ennek a hatása? Nem kundalini jóga módra röpködtek, üvöltöztek, meg kukorékoltak, hanem Isten indította a szívüket, eladogatták a házaikat és bevitték a közösségbe. Magyarul a Szent Szellem bejött az életükbe egyben jó szívűséget. Rájöttek abban a pillanatban, mint az ökölvívó is rájött arra, hogy sokkal jobb adni, mint kapni. Na ők is, ezek az apostolok is rájöttek, hogy adjuk oda. Nem mindent magamnak, bár milliárdos vagyok, annak híres szolgáló vagyok, hogy már csak 5 csillagos szállodában tudok eljönni, másképp nem vállalom a szolgálatot. Többet tudunk ilyet, de ez már nem a Szent Szellemnek a motivációja, nem a Szent Szellemnek a vezetés alatt van, hanem az már a magunk, az egy másik szellemiség. És még mi nagyon fontos üzenet van ebben? Nagyon-nagyon fontos üzenet van. Az apostolok tudjuk, hogy bennük volt a menőke, nem csak a szájuk járt, mentek ki házról a házra, itt így az igen. Házról házra. És házanként megtörték a kenyeret. Ezek az apostolok még akár egy nap többször is vettek úrvacsorát. Elmentek egy házba, összejöttek 5-en vagy 10-en, ez nem írja az ige, hogy hanyan, de ha 5-en úgyis jó, ha 2 van úgyis jó, mert az ige azt mondja, hogy Jézus annyira szeretett bennünket, a 99 igazat ott hagyta, és elment az az egyé. Szóval az nem jó motiváció, csak 10-en vagytok elsőök hozzá, ahol több szállam vannak, ott nagyon jó, oda megyek, ott szeretek szolgálni. Ez már személyválogatás, és Istennél és az apostoloknál nem ezt látjuk, nem ezt olvassuk. Megyek tovább, bent vannak a házban, mindegy, hogy hanyan. Befogadják az Urat, mert vitték, ugye ott a evangéliumot hirdették, tanítottak, mint ahogy már tanítottam, hogy a pásztor is tanít, az evangélista is tanít, hát ők tanították, ugye meg az apostolok is, ők apostolok voltak, ők gyülekezeteket is plantálnak, és az egész egységre rálátásuk van, mert ezt az apostolok kapták meg, ezt a bölcsességet a mennyei atyától.
a 12 tanítvány, meg a Pál apostol is megkapta, a menet közben. És hárvanként úrvacsoráztak. Szóval amikor befogadták az urat, ott azok, akik voltak, egyből megtörtél a kenyeret, és itták a bort. Ennyire fontos az úrvacsora, szóval nem havonta egyszer, nem fél évente egyszer, nem rendszer csinálunk belőle, és a bűnös vagy nem vehetsz. Mert még egyszer hangsúlyozom, itt az ige azt igazolja le, hogy még aznap megtörték a kenyeret, és úrvacsoráztak. Szóval feltételezem, hogy még bűnökkel tele lehettek ezek a személyek, mint hogy a Pál apostolisnak is tusakodnia kellett megvívni a hit nemes arcát, és mindnyájunknak meg kell tudni vívni a hit nemes arcát, és pontosan ez az úrvacsora fog ebbe segíteni neked, mert Istenhez még közelebb kerülsz. Szóval még egyszer hangsúlyozom, nem a bűnösök vagy a bűntelenek vehetik csak az úrvacsorát. Ez téves tanítás. Ez az apostolok levele, ez teljesen keresztül húzza. Ugye 43-43-ban olvassuk, hogy hárvanként megtörték a kenyeret, sok gyereket csodákat tettek. Azért van az, hogy erőtlenek, betegek és idő előtt meghalnak, mert a történelem folyamán leredukálták az úrvacsorát egy közönséges szertartás szintjére. Azt már nem is akarom mondani az egyházakban, ostya, benyomva a borba, ne te fiam, kapd be, rendben vagy. Ha bűnös vagy, maradj gyűve, jobban jársz, ne vegyél magadra átkot. Ez egy nagyon defektes tanítás, mert teljesen szembe áll a bibliai írásokkal. És mint szoktam mondani, a Szentírás nem a kis Pista szájában van, meg nem annak a szájában, hanem ez itt íródik le a bibliai könyvben. És itt meg azt olvasom, hogy hárvanként még aznap vették az úrvacsorát. Az ördög ugyanezt tette például a hit által való megigazolás tanításával is. Komoly támadásokat szenvedett az egyház. Oda szeretnék lapodni a Galata 2.16-ra és felolvasni nektek. Galata 2.16. Ami ezt írja, már is olvasom, Galatai levél, halleluja, dicsőség az Úrnak, 2.16, ami ezt írja, tudván azt, hogy az ember nem igazul meg törvény cselekedetéből, szóval valóban nem törvényeskedünk, ami nem azt jelenti, hogy a törvény el lett törölve. Jézus azt mondta, hogy nem azért jött, hogy a törvényt eltörölje, de nem törvényeskedünk, a törvényt nem lehet rátolni a fejedre, de tanítani kell. Ez olyan, mint a kressz tábla, ha nincs megtanítva, hogy a stop tábla, te mész, mert tudatlan vagy, jön egy kamion, nem lesz szerencsé. Szóval tisztában kell lenni a bibliai írásokkal, de a törvényt Jézus mindent feloldott, ugye, mert azt mondja, hanem Jézus Krisztusban való hit által, a mi is Krisztus Jézusban hitünk, hogy megigazuljon Krisztusban való hitből. Nem törvény cselekedeteiből, mivel a törvény cselekedeteiből nem igazol meg egy tesse. Hát tudsz olyan jó lenni, ha te törvény által kapja üdvösséget. Hát nem tudod végig csinálni, mert mivel idáig még senkinek se sikerült, csak Úr Jézus Krisztusnak. És ez a úrvacsora által mi ezt vesszük. De figyeljetek csak! Ó, nem számít semmi sem, már hinned csak elég, ha csak szikrány hited van, nem? Hanem hit által. Szóval el ne felejtsd. Hit által. Isten különleges módon gondoskodik a mi egészségünk felől, és gondoskodás, és ez a gondoskodás az ő fiának, a mi Urunk Jézus Krisztusnak halálában található. Amiből akkor részesedik, amikor az ő asztalához járulunk. Jézus a mi megváltunk, szenvedett és meghalt értünk. Az úrvacsorából gyógyulása. Az úrvacsora megfiatalít, meghosszabbítja az életünket. Isteni élet az úrvacsora, hát Istent veszed magadhoz. Úr
testének megbecsüléséből származik. 1 Korintus 11.29. 30 ír, erről már nem napolok oda, mert már felolvastuk ezeket az igéket. Kenyér a Jézus teste, ez a gyógyulásra van. Kenyérben van a gyógyulás. Figyeljetek! Csodálatos dolog van elrejtve ebben az úrvacsorában. A kenyér által veszed a te gyógyulásodat. Kenyér által. A főníciai asszony a hitét is morzsákba helyezte. Figyeljetek! Jakab vele levele 1 Cseppfejezet 6-8, ami azt írja. Helyezte és cselekedet által felszabadította a gyógyulás erejét, és kiűzte a tisztátalan szellemet a lángon. Figyelj! És csak morzsákat kért az Úrtól. Mindenki ismeri az igét. A Jakab 1.6, ami ezt írja, ami ugye már beszéltünk itt imént csak utólag a hitről, és most nem is a hitre akarjuk kihegyezni ezt a tanítást, hanem az úrvacsorára, de elkerülhetetlen, mert ezt is hittel kell lenned. Azt a kenyeret úgy kell megenned, hogy abban a pillanatban meggyógyulsz, mert Jézus Krisztus van benne, és ő maga a gyógyulás és a te betegségedet már elhurcolta, nem lehetsz beteg, az ő sebeiben már meggyógyultál, ő azért hagyta magát megcsakottatni, megverettetni, lógott a hátából ki a hús, mikor a buzogánya oda csaptak, hogy meggyógyuljunk. Na ez az úrvacsora. Ez a kenyérnek a megtörése, hálával is veszed az egészséget. Hú, halleluja! Szent arra volt benne. Azért, mert félre tanították. Rengeteg keresztény beteg. Nem mer úrvacsorát venni. És az áldást veszi, és a gyógyulást. És ebben az igében a főnéci asszony az van, csak ehhez kell hitnek lenned, amit írja Jakab levele, figyelj ide! Azért olvasom föl, mert ez erről szól, ami pedig valaki közületek nincs bölcsessége, kérjen Istentől, aki mindenkinek készséggel, szemrehányás nélkül ad, és megadatik néki, figyelj! De kérje hittel, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, melyet a szél hajt ides tova hány, mert nem éri az ilyen ember, hogy kaphat is valamit az Úrtól. Kételkedő minden útjában állhatatlan ember. Amen mondok rá. Mert ilyen fontos a hit. A hit az üdvösségedre is szükséged van. Kegyelem van mindvégig, ez így igaz ez a tanítás, de hited által fogod átvenni, és a hited által fogsz üdvözülni, ha nincsen hit, nem fogsz üdvözülni. Azért kegyes, túl kegyes az a tanítás, hogy azt mondják, nem számít semmit se, de nem. Ha neked nem kell tenni semmit se. Csak úgy gondoltad az Úrnak, nem elég az Úr már az életét adta, érted? Eszed a kenyeret és hittel eszed és meggyógyulsz. Csak azért, mert az úrvacsorát veszed. Közösségbe kerülsz az Úrral. Ezen gondolkozz el, mert tudom, hogy sok helyen félre tanítják ezt. Figyeljetek, Máté 9. fejezet 18-25 Jézus, mikor azt mondta, vegyétek és egyétek, ez az én testem. Máté 26-26 azt írja a tanítványoknak, semmiféle magyarázatra nem volt szükségük, tudták, hogy veszik a kenyeret, és ezáltal egészséget veszik magukhoz. Amen. Ezt tudták a tanítványok. Meg volt nekik az egészségesen tanítva. És vették az úrvacsorát. Miért ők már tökéletesek voltak? Ha nem, hát majd még utána állották el Jézust, igaz? Péter is. 3-szor is. Többi meg elszaladt. És közben a úrvacsorát is vettek. Na? Majd miután betöltekeztek Szent Szellemmel. Onnéttól kezdve, figyelj, megkövezték, Pál többször, 3-szor megmoskoroztál, börtönben volt, hajótörés szenvedett, nem egyszer, sem kétszer, és ment erre az Úrért. És azt mondta, nekem nyereség meghalni az Úrért. Na ez a Szent Szellem, amit még csak sokan meg se tapasztalnak.
összekeverik a kundalinival. Röpködnek, meg büfögnek, meg üvöltöznek, hegyi hátára esnek. Ha erre azt higgyétek el az úrtól. Szent szellem másképp viselkedik. Figyeljetek! Efézusi levélre adalapodok, szeretném nektek felolvasni, mert itt azért szó van a egységről, és mikor egységben vagyunk, és veszünk az úrvastát. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy egységben legyünk. Ha nem vagyunk egységben, hiába vagyunk egy hajóban, én arra elvedek, te meg erre, hova fogunk haladni? Sehova sem. Helybejárás. Efézus 3.19-et szeretném nektek felolvasni, mert ezt mondja, és a 20. ige verse. És megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét. Hogy eképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindent megcselekedhet, bennünk munkálkodó erő szerint feljebb, hogy nem mind kérjük, vagy elgondoljuk. Még elgondolni sem tudjuk, amit az Atya akar velünk cselekedni. És jó járunk az Atyára bízunk magunkat, hogy az igenis azt mondja, te csak keresd Isten királyságát, és mielőtt kérnél, már a mennyei Atyát tudja, mire van szükséged, betölti. Ne fordítva csinált, hogy te azt hiszed, hogy pénzautomatát bedobod oda, és akkor az Atyám, uram, ez kell, uram, az kell, uram, hát nem kívánságú is az Isten országa, azért elve se keverjük össze, hanem mi szolgáljuk őt, ez kötelességünk minden egyes személynek. Ott már többet bízd az Úrra, ne félj, nem fog ő téged cserbe hagyni, nem ember, hogy hazudjék. Halleluja, dicsőség az Úrnak. János Evangélium a 17-es fejezet 21-es ige verset felolvasom nektek. Hogy mindnyáján egyek legyenek, amint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek, mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te elküldtél engem. Figyeld csak ezt a egységet, még egyszer felolvasom. János Evangélium, 17-es fejezet, 21-es ige verse. Hogy mindjárt egyek legyenek az egész eklézsia, aki dobogtatja a mellkasát, hogy én, avval nem állok szóba. A másik, avval nem állok szóba. Nyilvánvalóan az ige azt írja, hogy miköze van a világosságnak a sötétséget. Ha te tudod, hogy a kígyó magva van benne, és kígyó módra cselekszik, és a tanítások is olyanok, mint mondjuk a kundalini joga, hát ne engedd, hogy a kezedet rátegye. Ne engedd. Ezzel egyetértünk, ha nyilvánvalóan nem kell mindenkivel egyesülnünk, aki nem az Isten munkása. De viszont az a gyülekezet, ez a gyülekezet, mindenki Istenről beszél, és jó a látás, akkor az egységbe kell, hogy kerüljünk. Ilyen nincs, hogy jó, ez az egy gyülekezet, van az ő gyülekezet, nagyon kette-hárman még csak el vagyunk együtt, de azokkal nem tartsunk. Ez Magyarországon van. Ez Magyarországon nagyon fölütötte a fejét. Ebből ki kell jönni minden egyes vezetőnek. Még egyszer olvasom, hogy mindjárt egyek legyenek, amint te én bennem. Atyám, mondja Jézus, és én te benned. Hogy ők is egyek legyenek, mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Figyelj testvérem, az úrvacsorán keresztül mindeneket veszed. Egységbe kerülsz az Atyával és Úr Jézus Krisztussal. Hogy az ige is mondja, az én juhaim hallják az én hangomat. Oda szeretnék lapozni Ézsaiás 53.4-hez, felolvasni nektek ezt a igéhelyet, 53.4. Dicsőség az Úré, ugye, ami azt mondja, pedig betegségeinket ő viselte, fájdalmainkat hordozta, és mi azt hittük, hogy az ostoroztatik, verettetik, kínoztatik Istentől. Nem, testvérem! Ez a te bűneidet urcolt el, és az én bűneimet, és a minden egyes személynek a bűneit. És ez a kenyérben van benne. Jézus szétszaggattatott, hogy mi egységben lehessünk.
Ez az úrvacsorában sokkal több van, mint azt elgondolnám. Máté 8. fejezetéhez odalapozok, szeretném felolvasni nektek, mi az üzenete. Nagyon fontos igék, azt tanácsolom, hogy itt ezeket az igéket majd magánszorgalomban is tanulmányozd át, hogy jó erőteljesen meg tudja érinteni a te szívedet. 17. fejezet, ami ezt mondja, hogy Betel is egyik, amit Ézsaiás proféta mondott, amit idén imént olvastam, így szólva, pedig betegségeinket ő viselte, fájdalmainkat ő hordozta. Szóval az a téves tanításuk, amit többször hallottam, mi ránk az Ó Testamentum nem vonatkozik, mi ránk nem, törvény föl lett oldva, ez így igaz, de vonatkozik ránk minden egyesige. Azt mondja Jézus Krisztus, én nem azért jöttem, hogy a törvényeket eltöröljem, hanem betartsam. Most ahhoz, hogy be akarod tartani, ahhoz kell ismerni. Ha nem ismered, a kleszt nem fogod tudni betartani. Se a stopptáblát, se az elsőségadást, záróvonalat, semmit, mert nem ismered. Meg kell ismerned, és szeretettel betartani, betölteni, ahogy Jézus mondta, magyarul minden egyes igének megfelelni. És ugye ezért írja, hogy szűk, szoros az a kapu, ami az igazságra és az életre visz, és nagyon sokan a széles kapu járnak, mert az könnyű. Megyek tovább. Amikor az ő testéből részesed, tudd, hogy az ő test azért tölt meg, hogy a tiéd épp és egészséges legyen. Nézzük meg egy Péter levelét, amiről már szó volt, de szeretném felolvasni. Szeretném felolvasni nektek 1 Péter levele 2:24-et, ami ezt írja, drága testvérem az Úrban. Halleluja! Aki a mi bűneinket maga vitte fel a testében a fára, Jézus, milyenként mindenkit, hogy a bűnöknek meghalván, meghalt ő a bűnnek, az igazságnak éljünk mi, akinek sebeivel gyógyultatok meg, testvérem az Úrban. Ez egy múlt idő. Gyógyultatok meg. Mikor Úr Jézus Krisztus meg a testét eszed a kenyeret, már attól meg tudsz gyógyulni. Mert ez az egész arról szólt. És a főnéciai asszony tudta, hogy csak a kenyér morzsákat, erre imádkozott, és ő tudta. Szóval magyarul, múlt idő van, de ne tedd hazuggá Istent, ahol a butuska beszédekkel engemet az Úr nem akar meggyógyítani. Biztos valami jót akar ebből kihozni. Ő neked nem a betegsége, hanem annyira szeretett, hogy egyszülött fiát elküldte Jézus. És hazuggá teszed, ha ilyeneket beszéd, azért, mert te tudatlan vagy, vagy éppen nincs igeismereted, vagy nem hiszed benne. Megyek tovább. Zsoltár 103, én odalapodok, felolvasom nektek. Zsoltár 103. Zsoltár 103. Ami ezt mondja, drága testvérem az Úrban, 3. fejezet, 2 és 5-ös igeverset olvasom, 5-ig. Áldjad én lelkem az Urat, el ne feledkezzél semmi jó téteményéről, aki megbocsát minden bűnödet, meggyógyít minden betegségedet, aki megváltja életedet a pusztulástól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg tégedet, aki jóval elégíti meg a te szádat, ifjúságodat megújítja, mint a sasét. Amen. Halleluja, élemi atyám, megújítja a mi ifjúságunkat. És ez minden van rejtve az Úr vacsorában. Zsoltán 105:37. Felolvasom nektek. Halleluja. Ami ezt mondja, drága testvérem az Úrban. Igen, azt mondja, hogy 37-es. És kihozzá őket ezüsten és aranyul, és nemzetségeiken nem volt egy beteg sem. Ugye, mikor Egyiptomból a zsidó népet kihozta,
és azok szófogadók voltak, akkor senki, egy beteg nem volt a nemzetükben, el tud képzelni több száz ember közül, egy beteg sem. Miért? Mert Istenben hittek, és akkor még a parancsolataikat betartották, aztán majd utána vegyültek ugye különböző népekkel, az Úr meg is haragudott rájuk, de most ebben nem akarunk foglalkozni. Apostolok leveléhez odalapul a 10. fejezethez, Abcsel 10. fejezete, szeretném nektek felolvasni, ami ezt mondja. 10. fejezet 38-as igeverset szeretném felolvasni nektek. Olvasom, názáreti Jézus, mint kenéfel ő Isten szent szellemmel, nem szent lélekkel, ilyen nincsen, csak lélek van, de nincs szent lélek, hanem szent szellemmel és erővel, aki széjjel járt jó tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög elnyomása alatt voltak, mert az Isten volt ő vele. Amen. Figyelj erre az igére. Mit is üzened az ige? Meggyógyított mindenkit. Akik az ördög elnyomás alatt voltak. Szóval, ha te beteg vagy, neked kapcsolatod van az ördögkel, kapcsolatod van tisztátalan szelleme, persze ezt mindjárt azonnal te meg tudod magyarázni, hogy ez nem így van, hanem elkaptam ezt, elkaptam attól, amattól evesz kaptam el, és így tovább, és így tovább. Csak itt az ige mást ír, és én az igére hallgatok, nem ezekre a személyekre, ami azt mondja, hogy az ördögöt kiűzte belőle. És nem akarok ebbe az irányba elmenni, már nagyon sokat tanítottam, hogy a betegségeket a tisztátalan szellem okozza. És ha beengedtük, az végzi a munkáját. Véláldozat volt az Ószövetségben, és tudjuk, izraeliták leölték a báránt, és a vérét fölkenték a szemöldökfára, ez arra késztette a pusztítót, hogy kihagyja izraeliták házát. 2 Mózes 12. fejezet 13-as igeversenyről ír, a vér az emberek bűnbocsánatát szolgálta, a vér fedezte el az emberek bűneit, és kielégítette Isten igaz elvárásait. 3. Mózes könyvében 16-os fejezet 5-16-ig írja, hogy ezt évente el kellett végezni, csak a pap mehetett be, meg kellett tisztulnia, magát is megtisztítania, bement, egy papnak a nyakát elvágták, a vért ki kellett tengeni, mert abban szentség van, és egy papot meg a fejére ráolvasták a bűnöket. És akkor egy évig el voltak. Na de halleluja, dicsőség az Úrnak! Új szövetséget írunk. Jött Úr Jézus Krisztus, Istennek báránya. Halleluja, dicsőség az Úr. Ő elvégezte ezt. Nekünk már nem kell a bakok vérét kiengedni. Ő a húsvéti bárány. Lukács 22.15.20 ír előtt. Odalapodok, én ezt szerettem nektek felolvasni, mert ez nagyon fontos. Ezt ne vegyük csak ilyen csípőből, hanem ez a világ megváltója, Jézus Krisztus, ami bárányunk, halleluja, elvégezte ezt, és Isten úgy szeretett bennünket, hogy az ő egy szülött fiát elküldte, és 30 éven keresztül tűrte a vallásosságnak a törvényeskedését, mert annak is megfelelt. És az üdvösséget nekünk Úr Jézus Krisztus hozta, nem a törvény. Ami ezt írja, 15-ös igeverstől olvasom, 15-től 20-ig. És mondtam neki, kívántam húsvéti báránt megenni veletek, mielőtt én szenvedek. Mert mondom néktek, hogy többé nem eszem abból, míg nem beteljesedik az Isten országa. És a pohárt vévén, minek utána hálákat adott, mondta: vegyétek ezt, és osszátok el magatok között, mert ha mondom néktek, hogy nem iszom a szőlőtőkének gyümölcséből, míg nem eljön az Istennek az országa. El fog jönni. Dicsőség az övé. És minek utána kenyeret vette, hálákat adván, megszegény, és adál nekik mondván: ez az én testem, mely ti érettetek adatot, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
Se a kenyeret, mikor eszünk, az volt, mikor nem méltatlanul vették a korintusiak, mikor zabálásba estek, egyik törzsőt, másik éhen volt, egymásnak nem adtak, szeretet sem volt ott, és csak ették a kenyeret, tömték magukba, és eszünkbe se jutott, hogy egy Jézusnak a testét teszik. Minden egyes ételnél. Nem csak az Úr vacsoránál. Mindig az Úr testét teszed. Ez jusson mindig eszedbe, bármikor eljössz egy asztalhoz, hogy ezen az Isten Jézusnak a testét. És ezáltal gyógyulással a te életedre. Csak egy sima úrvacsora. Figyelj! Hasonlóképpen a pohár is, minek utána vacsorát, ezt mondván. E pohár, amaz új szövetség, az én véremben, mely ti érettetek, kiontatok. Nem magáért. Mi érettünk. Isten ennyire szeret bennünket, akkor te nem mondtad, hogy ő tett téged betegké. Ha nem menjél szembe Istennel, ilyen butaságot hallottál valakit, ezt benyelted. Ez nagy gáz. Isten ilyet nem mond. De van írva, mindenkit meggyógyított, akik kérték. És akinek volt rá hite, akkor te nem mondtad, téged nem. Te kívánj bele szemény, hogy téged nem akar az Úr, de hogy nem. Mindenkit, hát itt mondja. Figyeljetek! Jézus vére mi bűnbocsánatot hoz. A testét, a vért külön kell kezelni. Két oldala van az úrvacsorának, közösségnek. A bor a mi bűneink bocsánatára van, a kenyér a mi gyógyulásunkra. Ezt vedd külön, de mégis egybe csináljuk. De mikor eszed a kenyeret, akkor a Jézusnak a testét teszed, egyrészt közösségbe is kerülsz vele, és gyógyulásodat a testedre. Mert maga a gyógyulást veszed, Jézus. És az itallal meg az ő vére, a szövetsége mindent megkötsz ezáltal. Odalapodok a Kolossé 1.14-hez. Szeretném felolvasni nektek. Kolossé 1.14-et. Halleluja. Halleluja. Ami így hangzik, olvasom. Akiben van a mi váltságunk, az ő vére által bűneinek eltörlése. Jött az atya, bűnlastól eltörölve. Halleluja. Mivel Isten fia saját hibátlan vérével fizette ki a bűneinket, az árát azért mi bűntelenül szabadon járhatunk, amikor bizodalmunk az ő vérének megváltó erejébe helyezzük, amikor veszed a bort, tudd, hogy a bocsánatot nyertél, és igazdá lettél Isten előtt. Ez nem jogosít fel bennünket arra, hogy sportot űzzünk a bűnből. Mert akkor te még nem születtél újra. Jézus vérének köszönhetően rendben vagyunk az Úrral. Galata 3.13 írja, hogy fölvitte, fölszögezte Úr Jézus Krisztus, ami bűneinket, átkainkat. Ő letudta. Ő azt mondta, hogy elvégeztetett. Odalapodok a Lukács első fejezet 77-es igeverséhez. Ezzel kapcsolatosan mond nekünk valamit, halleluja, dicsőség az Úrnak. Ami ezt mondja, hogy olvasom. És az üdvösség ismeretére megtanít Sad az ő népét, mely a bűnöknek eltörlésében van. Kipipálva. Ezt elvégezte Úr Jézus Krisztus. Az ördög tolja folyamatosan a fejedre. Hát persze nap, mint a paráználkodó, vagy hetente, vagy havonta csak, az bűn. Akkor az ördög jogosan tolja a fejedre rá. De ha te kijöttél, megtisztultál, akkor ne engedd, hogy a ördög folyamatosan nyomjon és súlykoljon téged lefelé. Így bátran jössz Isten jelenlétébe, Úr Jézus Krisztus vére által meg vagy
Zsidó 9.12-t felolvasom nektek, halleluja, dicsőség az Úrra. Zsidó 9, milyen adatodok, halleluja, 9.12, igen, 9.12, ami ezt mondja, olvasom, és nem bakok, nem tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer, és mindenkorra szentélybe örök váltságot szerezve. Halleluja, amen. Dicsőség az Úrra, hogy így szeretett bennünket. Szétszakadt a kárpit, mikor Jézus Krisztus felakasztották. Utána aztán már tudták mondani, el Isten fia volt. Igen, Isten fia volt. Föltámadtak a halottak a Ótestamentumok, és mentek be a városba. Képzeljétek el, mi lehetett ottan. És ez a kárpit nyitva van, és bejárásunk van a mennybe. Nekünk nincs arra szükségünk, mint a Mózes időszakban volt. Hát akkor úgy volt, Isten úgy rendelte, most meg mindenkinek bejárása van a mennybe. Halleluja! Dicsőség az Úrré, az ő dicsősége minden, nem a miénké. Ez mind mi érettünk történt. Kolossé 1.14. Az már olvastam. Jézus vére megtisztít, 1 János 1.7. Odalapodok 1 János leveléhez, felolvasom nektek, halleluja, dicsőség az Úrnak. Ami ezt mondja, 1.7, mindjárt ott vagyok és olvasom, ezt mondja, ha pedig a világosságban járó, mint ő maga világosságban van, közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Figyelj csak még egyszer, csak mondani valója van. Ha pedig világosságban járunk, szóval magyarul világosságban kell járni. Nem teheted azt, hogy már csak fél évente parálnálkodó, csak hétvégén rúgsz be, de már az se kocsmában, nem csak otthon, ne lássa senki se, nem jársz még világosságban. Világosságban kell járnod, ha neked a Szent Szellem bement a te életedbe, ki fogja csavarni te belőled a bűnt. Neked arra lesz késztetésed, hogy minden bűntől megszabadulja. Ez a Szent Szellem. Nem röpködsz, nem fogsz bübögni, nem fogsz ugatni, nem fogsz kukorékolni, fetrengeni a padló 20 perceket, hanem egyszerűen a Szent Szellem a szívedre árad, és figyelj, bűnösnek érzed magadat, de csak azt, ami benned van. Miért? Mert a Szent Szellem fölfedte, és azt szerette, hogy te megtisztuljál, hogy szentségbe kerüljön a szellem, lélek, test. Szellemnek könnyű, ezt az Úr megtisztítja. Azt mondja, az ige, mikor befogadtad őt, enyém vagy, megpecsételd neki. Megyek tovább. Így leszünk egyek az Atyával, Krisztus vére szellem által, a lelkiismeretedet is, a Zsidó 9.14-et felolvasom még. Zsidóknak a levele, 9.14. Ami ezt mondja, halleluja, jól van. Mennyivel inkább Krisztusnak vére, aki örökkévaló, szellem által önmagát áldozta fel ártatlanul. Az Istennek megtisztítja ki lelki ismereteteket a holt cselekedetekből, hogy szolgáljatok az élő Istennek. Na figyeld rá! Ez a Szent Szellem, akit beengedsz a te szívedbe, ha tényleg valóban benned van, ez meg fogja tisztítani a lelkiismeretedet is. Nem lehet hazudós, nem lehet rinkóci, nem csaphatsz be másokat, és így tovább, és így tovább. Szóval ilyen nincsen, hogy mi keresztények leszünk. A Szellem rendben van, halleluja, megyünk a mennybe, az még körbe utolsó az ember. Mert az igenis azt mondja, hogy a cselekedeteid által fog majd az Úr tégedet megítélni, meg engemet is, meg mást is. Úgyhogy szükség, hogy a mi lelkeinket is megtisztítja, itt olvasom az igébe, de erről már tanítottam a lélekről, nem akarok ebbe az irányba elmenni, mert ez még mindig az Úr vacsorához tartozik, de ez a Szent Szellem meg fogja tisztítani. A Szent Szellem mikor megérít téged, ezeket hozza föl. Nem a kutyaugatás, nem vagy te állat, hogy ugassát, halleluja, dicsőség az Úrnak, és az Úr nem akar téged megszégyeníteni, állat kertet sem akar őt csinálni a gyülekezetből.
Figyeljetek! János Evangélium a 14-es fejezetéhez oda megyek. Szeretném felolvasni nektek a 20-as ige verset, ami ezt mondja. Azon a napon megtudjátok majd ti, hogy én az én atyámban vagyok, és ti én bennem, és én ti bennetek. Hú, de jó ez az ige, halleluja! Ó, testvérem, úrvacsorán keresztül ez mind megvalósul. Mikor eszem Jézusnak a testét, halleluja, gyógyulok, ő bennem, én Jézusba, Jézus meg az atyába. Ezt érted, micsoda egység? Ajjaj, halleluja, dicsőség az Úrnak. És akkor a vére által, mikor isszuk a vörösbort, a szövetséget megerősítjük, és minden átkókat, amit fölvitt, azt is megerősítjük, és hittel elvettük. De nekem is oda kell tenni magamat. Mikor jön a kísértés, azt mondom, sátán, takarodsz talpam alatt, mert Lukács 10.19 szerint kígyókon, skorpiókon tavasunk, nem állt nekünk. De mikor? Ha te már megtisztult a lelkiismereted is, és ezáltal meg fog tisztulni a te tested is, halleluja, dicsőség az Úrnak. Még egyszer felolvasom ezt a igéjét, nagyon-nagyon elmérkedjen ezen is, azt írja a János Evangélium a 14-es fejezet 20-as ige verse. Azon a napon megtudjátok majd ti, hogy én az én atyámban vagyok, Jézus. És ti én bennem, mondja Jézus. És én, Jézus mondja, ti bennetek a Szent Szellem által, meg az Úrvacsora által, meg a vér által. Egyre közelebbre vagyunk, és egységben vagyunk, és benne vagyunk. Még ennek az igék is ezt támasztják alá. Fogd a kenyeret. Köszönöm Jézus, te megtört testedet, hálás vagyok, mert ez az én gyógyulásomra van hitvesen, és a gyermekeim gyógyulására köszönöm, hogy a test sebei által elszenvedted a korbácsütéseket, és mi ezáltal teljesen meggyógyultunk, és most hittel átveszem a gyógyulásomat. Fogd a poharat, köszönöm Úr Jézus Krisztus a szövetséget, amit te kiontott véled által köttettél, te véled megbocsátását hozott nékem, megtisztított minden bűnömtől. Köszönöm Jézus, te véled igazzá tett. Így most úgy iszom, Úr Jézus, te véredet, részt veszek az igazak örökségéből, ez az örökség, védelem, gyógyulás, teljesség, jólét, gyarapodás az én számomra, és az egész eklézsia számára, Jézus Krisztus nevében. Amen. Befejezzük, és meg is fogjuk cselekedni mindeneket. Jézus nevében. Amen.